Köszöntöm a Költséri Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Paks elleni 2-0 sikert követően Debrecenben játszik a kisvárdai futballcsapat. Fülényes győzelmet arattak a sereghajtó nagykőrös ellen a Kékcápák. Izraelből érkezett vendégtartott előadás a Kisvárdai Akadémia szakemberei számára. A Barcika ellen megszerezte idei első győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. Két vereséggel zárult a nyíregyházi kosársúlyi dunántúli túrája. Táján kezdi a tavaszi idényt az NB3-as sényői futballcsapat. A Paks elleni 2-0 sikert követően szombaton idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás jelenleg 7. helyen álló együttese a 9. Debrecen otthonába látogat. Minden mérkőzés fontos, minden győzelmét 3 pontot adnak, de ez a Paks elleni siker valamivel értékesebb volt a tövénél, hiszen közvetlen rivális sikerült legyőzni, és ezzel együtt meg is előzni a tabellán. Igen, ez abszolút így van, de hát a pontok elosztásából lehet látni, hogy sajnos nem tudtuk növelni az előnyünket a kieső helyek előtt, úgyhogy sűrűsödött a mezőny, mindenképpen fontos, hogy a következő mérkőzéseken ugyanúgy pontokat szerezünk. Amikor a csapathoz érkeztél, beszéltünk arról, hogy idő kell ahhoz, hogy olyan legyen a játék, amit te szeretnél látni, amit te elképzeltél, hol tart most a csapat ezen az úton? Hát elindultunk, de még azért messze van az, hogy ki tudjuk jelenteni, hogy azt, amit szerettünk volna, azt elvégeztük. Hát ahhoz azért kell egy jó felkészülés, kell egy olyan hosszú munka, ami tényleg aprólékos és minden részletre kiterjedő. De úgy gondolom, hogy ez az út, amin elindultunk, ez jó irányba vezet, a játékosok fogékonyak, abszolút csinálják azt, amit kérünk tőlük, úgyhogy elégedett vagyok eddig. Szó esett arról, hogy sűrűsödik a mezőny. Gondolom, ez minden csapatra jelent valamilyen plusz nyomás, hiszen ahogy fogynak a meccsek, egyre inkább hatványozódik, vagy értékelődik fel egy-egy pontnak, vagy egy győzelemnek az értéke. Hogyan kezelitek, hogyan kezeled ezt? Pozitív ez a nyomás, úgyhogy minden csapaton van nyomás, minden emberen van nyomás. Hát most, hogyha ezt pozitívvá tudod változtatni, ezt a nyomást, akkor én úgy gondolom, hogy ebből lehet erőt meríteni. És vannak olyan karakteres játékosok a csapatban, akik ezt tovább is tudják adni a többieknek, úgyhogy mindenképpen pozitív szemlélettel és felfogással tudunk a pályára lépni a következő mérkőzéseken. A következő meccs Debrecenben lesz, és lehet azt mondani, hogy a tabellán elfoglalt helyezést tekintve, hogy a Debrecen is közvetlen rivális, és neki is nagyon nagy szükség van a pontokra. Milyen céllal utazik a csapat Debrecenbe? A Debrecen pillanatnyilag mögöttünk van, úgyhogy azért mindenképpen közvetlen rivális. De hát azért utazunk oda, hogy pontokat hozzunk haza, nem veszíteni megyünk, hanem nyerni. Ez egyértelmű. Paks elleni játékból kiindulva, mivel azt mondtad, hogy elégedett voltál, mekkora esélyt látsz arra, hogy győzelemmel távozik majd a Nagy Erdei Stadionból a Kisvárda? Az esély az mindig ott van, hogy megnyered a mérkőzést, hogyha a hozzáállás rendben van, hogyha a forma rendben van, akkor én úgy gondolom, hogy ugyanannyi az esélyünk, mint az ellenfélnek. És én szívesen megyek Debrecenbe, mivel annak idején ott játszottam a hazai mérkőzéseket a Diós Győrrel, úgyhogy mindenképpen kíváncsian várom ezt a mérkőzést. Fölényes győzelmet aratott a sereghajtó nagykörös ellen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az NB1B piros csoportjának 22. fordulójában 92-54-re verték ellenfelüket. Azt kértük a fiúktól, hogy agresszívan kezdjük el a mérkőzést. Sajnos az első fél évben nem történt meg, viszont a második fél évben mutattuk, hogy mire vagyunk képesek védekezésben, illetve támadásban is. Lehet kezdeni ezzel a mérkőzéssel egy újabb győzelmi sorozatot. Játékban hol tart a csapat ahhoz képest, hogy a bajnokságnak ebben a szakaszában kell? Szerintem jó úton haladunk, folyamatosan fejlesztjük a játékunkat védekezésben és támadásban is, és nagyon jó nekünk, hogy tudunk edzőmeccseket játszani, hiszen ezen a héten szerdán Debrecenben játszottunk, és jövő héten szerdán is megyünk Debrecenbe egy edzőmeccset játszani, úgyhogy egy komoly ellenfélen tudunk gyakorolni. A következő ellenfél idegenben a VKG Prima Ese, egy nagyon kellemetlen stílusú csapat. Milyen mérkőzésre számítasz? Hazai pályán minden csapat erős, nyilván a BKG is, és neki nagyon fontos a győzelem, hiszen be akarnak kerülni a 8 közé, úgyhogy nagyon kemény mérkőzés lesz, ez biztos. Végül is érvényesült a papírforma az eredményt is, talán a különbséget tekintve, és viszont két negyeden keresztül eléggé megnehezítette a nagykörös, a Nyíregyháza dolgát. Számítottál erre? Szerintem nem annyira védekezett az első két negyedbe a Nyíregyháza, utána más sebességbe kapcsoltak, és nem tudtunk mit kezdeni, letámadtak minket, erőbe felénk kerekedtek, ezzel a különbséggel is megérdemeltet nyertek.
Több olyan mérkőzése volt a nagykörösnek, amelyet nagyon szűken veszített el, és nagyon rosszul említetted, hogy hiányos, fokhíjas a csapat. Most következik az alapszakasz hajrája, aztán a rájátszás, összeáll a körös együttes akkor, amikor igazán kell. Reméljük, hogy összébb áll ennél. Most már azért egyébként nem sok hiányzónk van, csak még van, akik egy-két hete kezdtek el edzeni. Remélem, hogy az utolsó meccsekre teljes csapattal és megfelelő színvonalon tudunk fölállni, és bent tudunk maradni a piros csoportba. Milyen érzésekkel, milyen célra vágtatok nekem esnek? Úgy vagyunk ezzel, hogy minden meccset nagyon komolyan kell venni. Arról nem is beszélve, hogy most egy elég magas játékossal újítottak be, aki már a korábbi szezonokban játszott a nagykörös csapatában. Úgyhogy mindenképpen maximális felkészülést, vagy maximálisan készültünk erre a meccsre is. És annak ellenére, hogy az utóbbi időben sajnos a meccseinket elég lassan kezdjük el, és még az első fél időben ugye elég közel volt az ellenfél, szerencsére azért hamar sikerült ezen a holtponton túllendülnünk jó védekezéssel, és viszonylag nagy különbséggel megnyerni a meccset. Neked meglehetősen ritka az, hogy nálad a magasabb játékos ellen kell játszani, most milyen volt? Ez számomra mindig érdekes, meg mindig furcsa. Azért hozzá vagyok szokva, hogy én vagyok a legmagasabb a pályán, de a kosárlabda világában ilyen is van mindig. Úgyhogy ez egy olyan feladat, amivel meg kell küzdeni, amin dolgozni kell, és örülök neki, hogy is sikerült ez a meccs, ahogy. Az előző fordulóban megszakadt egy hosszabb veretlenségi sorozat. Volt rajtadok emiatt egy pici teher, vagy nem foglalkoztok ezzel? Boris, a másodedzőnk mindig azt mondja, hogy a kosárlabdában nincsen múlt idő, mindig előrefele kell tekintenünk. Nyilván annyiban szabad visszatekinteni az ilyen meccsekre, hogy tanuljunk belőle, de az ilyen dolgok nyilván mindig egy kicsit meg tudják ingatni egy csapatnak az önbizalmát, de szerintem vagyunk olyan összeszokott, meg olyan jó csapat, hogy ez a kis rossz érzés bennünk, ez minimális legyen, és inkább csak arra sarkaljon minket, hogy megmutassuk, hogy mi nekünk igenis ott a helyünk az élbolyban, ahol most éppen állunk. A igazán fontos meccsek még csak most következnek, hiszen az alapszakasz hamarosan zárul, és a fontosabb szakasz a rájátszás következik. Gondolom azért beszélgettek róla az öltözőben, hogy mi a cél, hova szeretnétek odaérni. Természetesen beszélgetünk róla, nem csak az öltözőben, hanem nyilván a vezetőséggel is, és szeretnénk mindenképpen pályaelőnyből belemenni a következő szakaszába a szezonnak. De nyilván ez még odébb van, még addig lesz több meccsünk is, és meccsről meccsre szeretnénk előrelépni kemény munkával. Jelentett ez egy pici plusz, hogy nem csak a pálya, hanem a pálya kívül is jó a közösség? Ez mindenképpen, természetesen. És azt mondhatom, hogy mióta én itthon vagyok Nyíregyházán, mióta hazajöttem, azóta ez a közösség, ez mindig egy nagyon jól összetartó, nagyon jó kis közösség volt. Igaz, mentek el embereink, meg érkeztek újak is, de ők is nagyon jól be tudtak épülni a csapatunkba, meg a mi kis közösségünkbe, és ez mindenképpen előny, igen. Izraelből érkezett vendég tartott előadást a Váda Labdarúgó Akadémia szakemberei számára. Az elmúlt hetek az építkezés egyében teltek a kiemelt akadémián. Az elmúlt két hónapot hatalmas munkával töltöttük, és a különböző osztályainknak a munkatársait kellett megtalálnunk. Én úgy érzem, hogy mind a szakmai vonalon, amelyet a Szentes Lázár irányít, mind pedig az élettani vonalon, amelyen a Somodi Laci van, nagyot léptünk előre, és az kód területünkön is, a játék és megfigyelői területen is egy olyan széles bázis sikerült kialakítanunk, amely már a nemzetközi futball irányait mutatja. Ezen kívül a nemzetközi kapcsolattartás tekintetében új igazgatót hoztunk a Hegedűs Tamás személyében. Az ő feladata egyértelműen az, hogy megismertesse a klubunkat határainkon túl is, és mind a utánpótláson, mind a felnőtt vonalon olyan szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervezzen, amelyből a klubunk profitálhat, és természetesen olyan szakmai fórumokat külföldön, ahova a különböző osztályainknak a munkatársai kimennek, tanulnak, ottan információhoz jutnak,
Ennek keretén belül már mai nap egy remélem tartalmas konferenciát fogunk kollégáknak tudni előadni, ugyanis Izraelből egy korábbi szövetségi kapitány, a Matkabinet anyjának a szakmai igazgatója, akadémiai igazgatója teszi tiszteletét nálunk, és az ottani képzési módszerről, illetve több országon szerzett tapasztalatán keresztül az újdonságokkal szeretné felhívni a figyelmét magára, illetve az akadémiájukra, és olyan érdekes dolgokat láttunk és hallottunk tőlük az előzetes megbeszélés során, amelyet mindenképpen meg kell osszunk a munkatársainkkal, és remélem, hogy olyan segítségünk lesz, amelyel a mi fiataljaink nagyobb fejlődésen fognak tudni keresztül menni. Mindenütt, ahol komolyan foglalkoznak a futballal, rengeteg energiát fordítanak a utánpótlás nevelésre, fiatal futballisták képzésére. Izraelben ezen a téren mi a helyzet? Israel Football Federation spend a lot of money and everything. Természetesen a szövetség nagyon sok segítséget megad az utánpótlás képzésben. Itt fel szeretném sorolni, hogy az U5-ös korosztálytól már 4-4-be játszanak, és amikor elérnek, természetesen az U13-as korosztályban játszanak nagypályán. Az első osztályú csapatoknak, akik az első osztályban játszanak, mind a 7-8 korosztályukat magas szinten kell versenyeztetniük mindegyik csapatnak, és természetesen itt már bejönnek azok az akadémiák, amelyek kollégiumban laknak, együtt járnak iskolában, két edzésük van egy nap. A nemzeti utánpótlás válogatottak is nagyon sikeresek voltak az elmúlt időkben. U17-es csapatunk 8-szor jutott ki Európa-bajnoki top selejtezőkre, ugyanígy az U19-es csapatunk, az U23-as csapatunk, a legutóbbi 4 ilyen nemzetközi verseny is kijutott. Természetesen ezeknek az utánpótlás nemzeti válogatott csapatoknak maximálisan próbálnak minden olyan segítséget megadni, hogy fejlődjenek. 10 játékos játszik nagyobb top ligákban, amely játékosok adják a válogatott gerincét. Most selejtezőt játszunk hasonlóan Magyarországhoz, Skóciában fognak pályára lépni, és utána pedig a szerb mérkőzés győztesével fognak. Ami problémás nekünk, az az infrastruktúrának a helyzete, de abban is a szövetség próbál minden segítséget megadni, és nagyon nagy változások vannak abban is. Milyen emlékei, élményei vannak a magyar futballal kapcsolatban? One question about the football players. I know the football players who came to Israel like Pishont. Nagyon sok híres játékos játszott Izraelben, Pishont, Hama, Sallai, sok örömet okoztak az ottani szurkolóknak, nagyon sok kupát nyertek a csapataiknak, mivel nagyon sokáig voltam az izraeli nemzeti utánpótlás válogatottnak az edzője, nagyon-nagyon sok mérkőzés játszottunk az U17, U19, U23-as magyar válogatott ellen. Már akkor is láttuk, hogy egyénileg nagyon-nagyon ügyesek a magyar játékosok. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi szinten még kiemelkedőbb is lehetne. Nem ismerem az itteni helyzetet és milyen problémákkal voltak. Én azt tudom elmondani, hogy nagyon jó egyéni játékosokat látott. Lehet, hogy csapatba kellene még jobban egy kicsikét összeérni ezeknek a nemzeti válogatottaknak. But I think they have very good individual players. And the problem is to make the team, you know, that's the big work of the coach to make the team. Megszerezte idei első győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland együttese az NB2 26. fordulójában 3-1-re verte a Kazincbarcikát. Vártuk már, fontos volt a siker számunkra. Igazából mindegyik mérkőzésünkben benne volt a győzelem lehetősége. Sajnos elhalasztottuk őket, most a hétvégén igazából fontos volt, hogy megszerezzük a 3 pontot, mind a csapat számára, mind a város számára, azt gondolom. A mérkőzéssel kapcsolatban, hát olyan szempontból nem kezdtük jól a meccset, hogy 1-0-ás hátrányba kerültünk, ott egy figyelmetlenség miatt egy pontrugás után hátrányba kerültünk, de nagyon gyorsan szerencsére sikerült egyenlíteni, és utána igazából azt gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült, mi irányítottuk a meccset, veszélyes kontrákat vezettünk, még a félidő előtt sikerült megszerezni a vezető találatot, 2-1-re mentünk a szünetben, és a második félidőben
további gólokat szerezhetünk volna. Egyet sikerült értékesíteni, ezen mindenképpen javítani kell a helyzetkihasználáson, akár nagyobb arányú győzelmet is szerezhetünk volna. Ami fontos volt, hogy meg amit kezdtünk most már a tavaszi szezonban is építeni, nagyon gyorsan zártunk vissza a labdavonala mögé, jól zártuk le a 16-os, kevés lehetőséget engedtünk az ellenfélnek. Azt gondolom, hogy a minimumot kitettük a pályára. Voltak nagyszerű egyéni teljesítmények, és ez okozta, azt gondolom, hogy ez hozta meg a sikert a csapatnak. Mennyit lendíthet a csapat szekerén ez a győzelem, hiszen azért, mint említette, nagyon régóta váltottok rá, és ráadásul a hétvégén a Vasashoz utaztok, ahhoz a csapathoz, amely talán még mindig nem tett a feljutásról. A győzelem mindig jó hatással van a csapatra, hát hogy ezt most megítélni, hogy mennyire van jó hatás, meg milyen eredmények születnek ezután, ezt nehéz így megmondani. Azt gondolom, minden csapat életében fontosak ezek a pillanatok, mikor győztesen hagyja el a pályát, ez mentálisan erősíti a csapatot, jót tesz a közösségnek, azt gondolom, hogy jó hatással lesz az elkövetkezendő mérkőzésekre. Fölkészülünk a héten a Vasasra, van azért némi pikantériája a dolognak, egyrészt tévés mérkőzés, tehát láthatja majd az ország a mérkőzés, biztos, hogy mind a két csapatot föl fogja dobni, másrészt azért a Beneferi volt itt edző, biztos, hogy ez plusz motivációt jelent számára, azt gondolom, próbálunk minél jobban fölkészülni a Vasasból, és hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a hétvége. Lengyel Roland elmondta, hogy a csapat nagyon várta már a győzelmet, te mennyire vártad az, hogy ismét gólokat szerez, hiszen két meccset ki kellett hagynod, a legutóbbi visszatérő meccsen pedig nem találtál a kapuba. Az első meccs sem úgy sikerült, ahogy akartuk. Sajnos akkor jött a kiállításom, a lehető legrosszabbkor. Az ugye nagyon rosszul érintett engem. Aztán vártam azt, hogy visszatérjek. Láttam sajnos, hogy nem úgy megy nekünk, ahogy elterveztük, meg hogy az őszezont befejeztük. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz lélekben is, meg csapatként is együtt maradni, de megmutattuk, hogy ismét egy csapat vagyunk, és tudunk egymásért küzdeni. Hál' Istennek sikerült betalálnom is, ami azért nagyon jól esik az embernek, főleg, hogy kétszer is sikerült, és végre megszereztük a győzelmet. Mennyit javított az öltözői hangulaton ez a siker? Amennyit csak tudott, annyit. Tehát ez elmondhatatlan volt. Tehát így kezdeni egy szezon szerintem minden csapatot megvisel. Viszont végre megszereztük a győzelmet, tényleg bebizonyítottuk, hogy ismét egy csapat vagyunk. Én abban bízok, hogy ezt ugyanígy tudjuk tovább csinálni, és sorba fognak jönni a sikerek, és úgy fogjuk csinálni, mint ahogy az ősz befejeztük. Holt versenyben vezet a góllövőlistát, figyelsz erre? Vagy ha te nem is, azért gondolom, vannak, akik felhívják rá a figyelmet? Természetesen vannak, akik felhívják rá a figyelmet. Én azt gondolom, hogy még nagyon sok van, tehát ez még bárhogy alakulhat. Természetesen igyekszem a lehető legtöbb gólt lőni, és szeretnék ott lenni az elején végig. Két vereséggel zárult a nyíregyházi kosárlabdai dunántúli túrája. Farkasinszky Gyuláné együttesen Nagykanizsán és Szombathelyen is 7 ponttal kapott ki. Az igazság, hogy a Nagykanizsa mérkőzésen bealudtunk az elején, tehát nem igazán tudtuk azt a ritmust fölvenni, amivel a Nagykanizsa kosárlabdázott. A későbbiekben azért próbáltunk minden tekintetben úgy agresszivitásban, mint a letámadás elleni pontosabb játékkal operálni. Sajnos nem volt elég. Tehát amikor úgy nézett, hogy sikerült fölzárkózni, volt közte 2-3 pont, akkor mindig mi hibáztunk. Tehát nem az ellenfél volt az, aki hibát vételt, hanem mi azt sem tudtuk kihasználni, hogy kipontozódott a magas centerlány, ugye, aki azért a palánk alatt az orsét igen csak agresszívan és keményen próbálta meg fogni. El nem tudtunk mit kezdeni a külső 3 pontos dobásokkal, tehát bármennyire is szerettük volna, onnan folyamatosan pontot kaptunk. Ha meg ne találtán kiértünk volna, akkor meg ugye ritmusból megvertek, tehát hogy ez az, ami gondot és problémát okozott, tehát ez az, ami mindenféleképpen javítani kell. Hiába próbáltunk védekezést váltani, tehát nem igazán úgy jött be a védekezés, ugye a 2-3 zónánkat azt kidobták kintről, az 1-2-2-nél pontosan a palánk alatti centerjáték volt az, amit nem tudtunk megoldani, így maradtunk végig az emberfogásnál, ami ugye szorosabbá tudta tenni a végjátékban a mérkőzést, de nem tudtuk átvenni a vezetést, ez is sajnos vereség volt a Nagykanizsa ellen.
Na most nem alakult sokkal jobban a szombathelyi mérkőzésünk se, bár ott végig partiban voltunk, a félidőben még mi is vezettünk, viszont annyira sok kinti dobást kaptunk, tehát most ugye a hárompontos az végül is a 9 darab volt hárompontos, de ez a hárompontostól bentebb egy fél méterrel, ugyanúgy egy kinti dobás, abból is nagyon sokat kaptunk, tehát egyszerűen nem tudtuk azt megoldani, hogy ezekre a dobásokra kiérjünk, tehát ez az, amit javítani kell, mert a következő mérkőzéseink ugyanilyen ellenfelekkel nem fogunk játszani, ugyanilyen problémáink lesznek, és ugye ami érdekes volt, hogy egy 3-2-es zónába állt az ellenfél szinte egész mérkőzésen, és egyszerűen azt, amiben jók vagyunk, a palánkarati játékot, az egyszerűen nem tudtuk megoldani. Tehát egyszerűen annyira jól csapdázták be a fenti kis embereinket, hogy egyszerűen nem jutott be a palánkkal a labda. Sajnos minden a két mérkőzés egy icipici nyuanszon múlott, ez most nem jöttünk jól ki belőle, reméljük, hogy az lesz a mérkőzés, amikor ez a mi javunkra fog fordulni. Akár már a hétvégén a Diógyőr 23-as csapata érkezik, mindig van egy kis presszis jellege is ezeknek a meccseknek, most milyen meccsre lehet számítani? Nagyon keményre. Tehát a Diógyőrnek ez a csapata, ugye az a junior országos döntőre készült, edzőt is váltottak, tehát hogy nem az az edző irányítja most per pillanat ezt a csapatot, aki alapvetően szokta. Most a junior csapatnak az edzője, aki ugye szakmai igazgatója a Diósgyőrbe, ő vette át ennek a társaságnak az irányítását körülbelül egy hónapja. Okoznak is meglepetéseket, mert ugye ők is tudtak nyerni, tehát ők tudtak nyerni Nagykanizsán, ami ugye azért nagyon kevés csapatra sikerült még ebbe az évben. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kiélezett, nagyon kemény mérkőzésre lehet számítani. Aztán meglátjuk, hogy itt tudjuk megoldani, ugye hasonló stílusban játszik a Diósgyőr is, kinti dobások, betörések, abból külsőre kiosztások. Nekik is ugyanúgy van egy magas center lányunk, aki azért aránylag jól dolgozik palánkkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés hasonló lesz az előző kettőhöz, és reméljük, hogy most nekünk sikerül majd jobban. Néhány kivétellel ugye koloszai csapatokban is játszanak a felnőtt csapatban szereplő játékosok, hogy bírják a terhelést? Nagyon nehezen. A juniorok ugye azok egyfolytában játszanak két mérkőzést, és sajnos a kadettek azok meg van, amikor, ha kell, akkor ugye az egyikből kimaradnak, tehát hogyha a kadettból játszik, akkor játszik vagy juniort, vagy amatőr NB1-et, de muszáj őket úgy forgatnunk, hogy mindenféleképpen lehetőség legyen. Tehát a legnagyobb teher most a per pillanat a kadetteinken van, akik ugye kiemelt kadettbajnokságban játszanak, és őket szoktuk úgy forgatni, hogy akár amatőr NB1-ben, akár a juniorba, de éppen a juniornak se könnyebb az élete, mert az lehet a junior mérkőzés, másnap pedig utazhat amatőr NB1-re, és ugye ez nagyon sokszor így van hétvégeken. Reméljük, hogy ezek a játékosok azért itt túl fogják ezt élni, és ugye ebből úgy fogunk kijönni, hogy megerősödve masszívan olyan játék tudás fognak szerezni, és olyan rutint, ami a későbbiekben, ezekben a korosztályokban majd erőnyükre fog állni. A hétvégén rajtol a tavaszi idény a labdarúgó NB3-ban. A keleti csoport 5. helyén álló Sényő a 12. táj otthonában lép pályára nyitó fordulóban. Sikerült teljes mértékben elvégezni az eltervezett munkát. Az időjárás kegyes volt hozzánk, pályaviszonyok rendben voltak. Ezúttal is szeretnénk megköszönni ismét a Kemencsei Sport Egyesületnek, hogy biztosították nekünk a műfüves pályájukat. Nagyon nagy segítség volt. Az edzőmeccseken nagyon jól játszott a csapat, volt, amikor egyébként voltak hiányosságok, fáradtságnak is be lehetett tudni ezeket a játékokat, de az összkép a lejátszott edzőmérkőzés alapján az teljesen rendben van. Mekkora volt a rivalizálás, vagy mekkora a rivalizálás a kezdőcsapatba kerülésért, és összeállt-e az a 11 vagy az a 14-15 játékos, akivel majd végig nyomjátok a tavaszt? Inkább 16 játékosban gondolkodunk, összeállt abszolút a keretünk, várjuk az első mérkőzést, a posztokért pedig megfelelő versenyhelyzet van. Milyen Sényűt láthatnak majd a szurkolók a pályán? Szeretnénk ott folytatni, ahol összeáll abba hagytuk, reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Milyen hangulatban, milyen formában várjátok a tájé meccset, és milyen reményekkel? Igen, tényleg valóban hosszú felkészülésen vagyunk túl. Már mindenki várja nagyon a bajnoki rajtot. A fiúkon is látom, hogy már alig várják, hogy élesben is pályára léphessenek. Mindenféleképpen bizakodóak vagyunk, és győztesen szeretnénk kezdeni a tavaszt, már csak azért is, mert utána rögtön következő hétvégén már szabadnaposak vagyunk. Kevesebb meccset játszik
a mezőny tavasszal, mint ősszel, 5. helyen várjátok a folytatást. Mi a cél, hova szeretnétek befutni a bajnokság végén? Volt egy kis mozgás a játékos keretünkben, az ősz az úgy gondolom, hogy várakozáson felül nagyon jól sikerült, és ugye mivel volt egy kis mozgás a keretben, és inkább fiatalokkal, helyi saját fiatalokkal próbáltuk pótolni a távozókat, valamint ugye még volt egy érkező mellettük, ezért mindenképpen szeretnénk így is helytállni. Ugye nagyon biztató volt a felkészülés során a fiatalság, aztán meglátjuk őket majd most élesben is, hogy miképpen fognak tudni teljesíteni. Az NB1-ben, NB2-ben és itt már megy első osztályban is megy a bajnokság, NB3, az NB3 meglehetősen későn kezdi a tavasz. Hosszú volt a felkészülés, hogyan viseltétek, játékosok hogyan viseltette? Elég hosszúra nyúlt ez a felkészülés most. Próbáltak az edzők változatos felkészülési programot kialakítani. Azt gondolom, hogy sikeresen felkészültünk a rajtra, erőbe összeszedtük magunkat, és olyan állapotba készültünk, hogy mindenképp egy jó rajtba bízunk, ami megalapozhatja majd a szezon hátra lévő időszakát is. Az edző meccseken, felkészülési meccseken hogyan ment a játék a csapatnak, hogyan ment neked? Az elején ugye alacsonyabb osztályú csapatokkal játszottunk, és azokat tudtuk abszolválni, viszont voltak olyan edzőmeccseink, amik kevésbé sikerültek, jól gondolok itt a Putnoki idegenbeli meccsre, de azt gondolom, hogy a felkészülési időszakban ez teljesen normális, hogy vannak olyan periódusok, amikor hullámvölgyek vannak. Itt az utolsó meccsre kitérve a Diósgyőr ellen, ugye vereséget szenvedtünk 2-1, de mindenképp biztató játékot nyújtottunk. Azt gondolom, hogy mindenki oda tette magát, és egy sikeres felkészülést zártunk. A magam részéről, hál' Istennek, sikerült ott folytatnom, ahol abba hagytam a szezont. Sikerült szinte minden meccsen betalálnom, hát, de ebből ugye messze menő következtetés levonni nem lehet. Remélem, hogy majd a bajnoki mérkőzéseken is sikerül tovább folytatnom azt a szériát, hogy gólokat lőjek és segítsem a csapatot. A tájával is játszottatok felkészülési mérkőzést, abból sem nagyon lehet kiindulni, de mégis milyen meccse számítasz majd hétvégén? Hát igen, ugye játszottunk velük egy edzőmeccset, nyertünk 3-2-re. Mindenképp egy szervezett csapatra számítunk, akiknek nagyon fontos ugye a bennmaradás szempontjából, hogy pontot vagy pontokat szerezzenek ellenünk, de azt gondolom, hogy tudjuk, mik az erősségeik, mik a gyenge pontjaik. Mindenképp úgy utazunk oda, hogy mi 3 ponttal szeretnénk hazatérni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!